Köszöntök mindenkit, Gálffy Tamás vagyok, és szeretnék nektek előadni egy szoftvert, tekintve, hogy az a hobbim, hogy időnként furcsa dolgokat programozok önön szórakoztatásomra, és ahogy a címből érzékelni lehetett, írtam egy szoftveres Rasterizer C-ben, és ugye ennek megvan ez a furcsasága, hogy alapvetően egy Java fejlesztő vagyok, tehát miért csinálnék ilyet, erről is lesz szó. De fussuk is át röviden, hogy fog zajlani az előadás. Jó, tehát első körben magáról a szoftverről szeretnék majd mesélni és röviden bemutatni, amit írtam. Utána áttérnénk az egésznek a működésére, név szerint magára a render pipeline-ra, hogy épül fel ez, akár csak koncepcionális szinten. Ezután pár dolgot szeretnék highlightolni, megvilágítani, ami érdekes lehet programozás szempontjából, és a végén adok majd egy ilyen általánosabb tanulsággyűjteményt, és hogyha ezen mind sikeresen túljutottam, akkor utána lesz egy Q&A szekció, ahol a létező összes kérdésre visszatérek nagyon szívesen, ami akár az előadás közben is felvetődik. Jó, akkor kezdjünk is bele! Első kör, maga a szoftver, aminek az a neve, hogy Booster. Ő, ahogy az elején is szó volt róla, egy szoftveres rasterizer, amit C-ben írtam, és ő alapjáraton egy library. Mert most ez egy kicsit nagyobb darab szoftver, ezért menet közben szerettem volna garantálni, hogy magának a szoftvernek a minősége valamennyire ellenőrizve van. Erre konkrétan a cpplink nevű eszközt használtam, ami alapvetően C++-hoz van kitalálva, de úgy vettem észre, hogy C-hez is teljesen jól működik. Az egésznek a build folyamata az a Make című eszközre épül, tehát Make fájlokkal van összefoltozva az egész. Valamint, ahogy említettem, ez egy kicsit nagyobb darab programnak tűnt, szóval eléggé kényelmetlen lett volna egy monolitikus egységben tartani. Ennek mentén modulokra van feldarabolva. Ugye van maga Booster, a központi library, aki a renderelésért felelős és egyéb ehhez kapcsolódó eszközöket is biztosít. Van egy BoostMap nevű modul is, aki néhány 3D-s matematikai műveletet valósít meg, tehát ezek tipikusan azok a matematikai eszközök, amik bármilyen térbeli számításhoz kellhetnek. Itt most konkrétan fókuszálva a megjelenítésre. Ezen felül tartalmaz egy BoostGL nevű modult, ami egy GLFV alapú frontend, arról, hogy milyen frontend, arról majd az előadás későbbi részében is beszélek. Valamint, ami érdekes lehet, egy TestBot nevű library, ami egy minimális tesztelési keretrendszer C-hez. Ugyanitt írtam hozzá néhány példa alkalmazást és egy demót. Ami még említést érdemelhet, az az, hogy párhuzamosan renderel, tehát a processzornak bármennyi szellet, bármennyi magját hajlandó kihasználni. Valamint, hogy az egész nyílt forrású, tehát bármikor elérhető, megnézhető, használható, módosítható, nagyjából bármit lehet vele csinálni a GitHubon, a github.com/elementbound/booster címen. Jó, és itt jön az előadás legambiciózusabb része. Megpróbálom ezt megmutatni anélkül, hogy bármi eltörne. Jó, szóval ő itt maga a kicsekkolt repo. És első körbe fordítsuk le az egészet. Jó, ez nagyszerűen megtörtént, ahogy látjátok. Néhány teszt output is a képernyőre került. És akkor haladjunk tovább a demóra.
valóban ambiciózusra sikerült. Nagyszerű. Ezekre az esetekre lehet volna egyszerű bekészíteni egy executable-t akár elsőre. Rendben, akkor ezzel most nem húzom az időt, meglátjuk, hogy a végén vissza tudok-e rátérni. Jó. Szóval ettől függetlenül az elméleti része ugyanúgy megállja az helyét. Szóval első körben hogy néz ki ez egy render pipeline, úgy Alexuzame. Ugye elsőre lehet, hogy van pár egészen idegen fogalom, ezekről is fogok beszélni menet közben. Szóval az egész onnan indul, hogy összerakunk egy draw call-t, ami leírja, hogy mit, hogyan és hova akarunk kirajzolni. Ahogy látszik, ezzel egy vertex bufferből, egy vertex és egy pixel shaderből, valamint egy render configból, ezek általánosabb beállítások konkrétan a boosternek. És ezt a valamit valahova akarjuk kirajzolni, tehát itt jön a képbe a kimeneti képünk. Jó, miután ezt összeraktuk, ezt átadjuk boosternek, ő pedig első körben átadja az egészet a vertex shadernek, aki az összes vertexet leképezi egy Normalized Device Coordinates nevű állapottá, ami tovább halad a rasterizerre. A rasterizernek a kimenete az összes kirajzolni való pixel lesz, amelyeket feldolgoztatunk a pixel shaderrel, és miután ez mind megvan, megkapjuk a renderelt képet. Jó, ami elég sokszor elhangozhatott, azok név szerint a vertexek, tehát kezdjük velük. Ők egészen konkrétan a modelleknek a legkisebb egységei. És ahogy látszik jobb oldalt az ábrán, a vertex az egy, ha nagyon egyszerűsítve akarom megfogalmazni, az egy pötty a térben. Minden egyes vertexnek vannak különböző tulajdonságai. Elsősorban a pozíció, ami kötelező, tekintve, hogyha nincs pozíció, akkor nem egy térbeli dologról beszélünk, ami valahol létezik. De ezen felül lehetnek egyéb tulajdonságai, normál vektorok, színek, textúra koordináták, bármi, ami a renderelés közben számunkra hasznos adat lehet. És hogyha ezeket a tulajdonságokat összegyűjtjük, akkor ez egy vertex formátum lesz. Innen tovább haladva, a vertexek azok igazából magukban csak, ahogy említettem, pontok a térben, tehát nem lesz nagyon-nagyon érdekes, hogyha őket kirakjuk. A köztük levő teret valahogy szeretnénk kitölteni. Itt jönnek a képbe a poligonok, esetünkben háromszögek. Valahol felcserélhető a kettő, mert ugye bármilyen poligonból háromszöget lehet csinálni, és a háromszögeket bizonyos esetben össze lehet vonni poligonokká. Én itt most elsődlegesen háromszögekről fogok beszélni, tekintve, hogy a grafikus kártyák is háromszögekkel dolgoznak, valamint booster is. Jó, ezzel sikeresen leírtunk egy modellt, viszont szükségünk lesz még menet közben mátrixokra. Ha rendkívül akarom egyszerűsíteni, akkor a mátrixok azok igazából számoknak egy táblázatai. Három dimenzióban 4x4-es mátrixokat használunk, ez főleg arra kell, hogy ha a háromdimenziós pozícióinkhoz hozzáteszünk egy negyedik komponenst, akkor őket nagyszerűen tudjuk használni eltolásokhoz, valamint majd később a levetítéshez is kelleni fog. És a nagyszerű dolog a mátrixokban, hogy transformációknak bármilyen kombinációját le lehet írni. Tehát, hogyha én szeretném egy kicsit eltolni az objektumomat, aztán egy kicsit megforgatni, aztán egy kicsit nyújtani, aztán kicsit megint eltolni valamerre, és ezt akárhányszor megismétlem, ezt mind le lehet írni egy 4x4-es mátrixszal. A másik szempont, ami miatt nekünk rendkívül fontosak a mátrixok, az az, hogy a mátrixok egyik térből egy másikba képeznek le.
hogy mik ezek a terek, azokat mindjárt meglátjuk, vagy más szóval külföldi szó a space. Az első állomásunk maga az object space. Ez, hogyha pár modellből össze akarunk rakni egy kisebb kompozíciót, akkor az object space az, amiben a maga az objektum, vagy a modell, az önmagában létezik, tehát mindentől izolálva. Hogyha például akár bárhonnan az interneten az ember úgy dönt, hogy szeretne beszerezni, letölteni egy modellt, akkor ezek tipikusan object space-ben vannak. Haladva tovább, tegyük fel, hogy megvannak a modelljeink. Ahogy a képen is látszik, szeretnénk őket elhelyezni valamilyen kompozícióba. Most, hogyha mindegyik modellünk object space-ben van, akkor minden ott van az origóban és pont, nem nagyon lehet vele mit kezdeni, meg egyébként is elég hülyén néz ki, hogy a házból kiáll a fa. Szóval, amikor a modelljeinket elhelyezzük a térben, akkor tulajdonképpen object space-ből world space-be képezünk le. És ezáltal megkapjuk, hogy a modellünk hol helyezkedik el a nagyvilágban. Jó, tovább haladva a view space-re, itt beleütközünk egy nagyon morcon a konvencióban. Méghozzá a konvenció az az, hogy a kamera az mindig az origóban helyezkedik el, és előre néz. Na már most ez nekünk egy picit problémás, mivel tipikusan ilyenkor a kamerát szoktuk elhelyezni a világban, és nem a világot a kamera körül. Szóval ezt valahogy szeretnénk átidalni. Ez pedig az, hogy leképezünk view space-be, ugyanis az előbbi konvenció, amit leírtam, az konkrétan a view space, és hogyha a world space-ből valahogy, akár egy matrix-szal le tudunk képezni minden modellünket view space-be, akkor nagyszerű, eleget tettünk a konvenciónak. Viszont itt még mindig eléggé a térben vagyunk, tehát felmerülhet a kérdés, hogy ebből hogyan lesz egy lapos valami, egy kép. Itt jön a következő lépésünk, ahol egy Normalized Device Coordinates című fogalom jelenik meg. Ennek az a lényege, hogy az egész teret leképezzük egy kockába, ami a mínusz egyes koordinátáktól a plusz egyesekig terjed. Itt apróság, hogy a grafikus kártyák például tipikusan leszoktak vágni mindent, ami ebből kilóg, és miután ide leképeztünk, ezzel már tud dolgozni a rasterizer, ugyanis hogyha az x koordinátánk az mínusz egy, akkor ez a képernyő bal oldalát jelenti, hogyha plusz egy az a jobb oldalát, hogyha mínusz egy az y, akkor ez a képernyő teteje, hogyha plusz egy, akkor ez meg a képernyő alja. Tehát innen már sokkal közvetlenebb a megfeleltetés, onnan, hogy hol van valami a világban, oda, hogy hol fog az elhelyezkedni a képernyőn. Jó, és hogy hogyan történik meg ez a leképezés, ez konkrétan a vetítés, ahol is view space-ből, tehát ahol még mindig térben vagyunk, csak a kamera körül van elhelyezve minden, valahogy normalized device coordinates-be akarjuk leképezni a vertexeinket. A nagyszerű dolog, hogy ezek is, ahogy említettem, matrixokkal írhatóak le. A gyakori típus a perspektívikus leképezés például, ez nagyjából pontosan ugyanaz, mint amit minden nap látunk, ami messze van tőlünk, az összébb megy, ami közelebb van hozzánk, az egy picit nagyobbnak tűnik. Vagy gyakori még az ortográfikus vetítés, például tervrajzoknál, ahol síkra képezünk le mindent. Vannak egyéb exotikus dolgok is, amiket szintén lehet csinálni, például megfordítani a perspektívát, úgymond, hogy minél messzebb van valami, annál nagyobb lesz. Egészen exotikus, érdemes utána nézni. Jó, a másik idegenebb kifejezés, amit említettem, az a shaderek. Belül kettő fajta létezik, a vertex shader és a pixel shader. A vertex shader az tulajdonképpen programozhatóvá teszi a vertexek feldolgozását, tehát minden egyes vertexre lefut, és a vertex shadernek az a dolga, hogy ahogy megkaptuk a modellt, azt a modellt és azon belül annak minden vertexét, valahogy le kell képeznie Normalized Device Coordinates-re. Onnantól, hogy ez megvan, a rasterizer tud velük dolgozni, és itt jön a képbe a pixel shader, aki pedig a kimeneti színek számolását teszi programozhatóvá. Tehát a rasterizer eldönti, hogy melyik pixeleket kell kirajzolni, és a pixel shader pedig minden egyes
kiszerre, kiszámolja, hogy akkor annak milyen színű kell lennie. A boszteren belül lényeges, hogy a kimeneti szín az a képnek a formátumában kell megjelenjen. A formátumokról is majd lesz röviden szó. Amit pixel shaderekben lehet csinálni, az például az árnyalás, hogy attól függően, hogy esik a fény a felületre, attól függően változik a színe. Részben a pixel shaderek felelősek az árnyékokért, valamint hogyha valamilyen mintát szeretnénk egy modellünkre ráhúzni, akkor ez szintén a pixel shaderek által történik. És most, hogy így nagyszerűen végigmentünk a render pipeline-on, vessünk rá még egy tekintést, így hogy talán egy picit ismerősebbek a szekciói. Tehát az elején ugye adunk egy vertex buffert, ami konkrétan magát a modellt írja le, beállítjuk, hogy milyen shaderekkel szeretnénk ezt a dolgot megrajzolni. A draw call tovább megy, lefut a vertex shader, tehát minden egyes vertexét a modellnek feldolgozzuk és leképezzük normalized device coordinates-be, ahonnan a rasterizer már nagyszerűen tud vele dolgozni. A rasterizer eldönti, hogy milyen pixelt hova kell rajzolni tulajdonképpen. Minden egyes ilyen pixelre lefut a pixel shader, aki pedig megmondja, hogy a képnek az a része milyen színű legyen. Jó, ezzel a koncepcionális részén nagyszerűen keresztül is jutottunk. Menjünk tovább az architekturális áttekintésre. Szóval nagyjából az első dolog, amit megírtam, konkrétan az első igazából, még egy sima main függvény se létezett, amikor én már buffereket írtam. Ez onnan jött a nagyon erős motiváció, hogy C-ben nincsen semmiféle beépített kollekció, tehát listák, mapek, szetek, bármi nem létezik, tömbök vannak, hajrá! Viszont azért úgy éreztem, hogy hasznos lenne akár csak listákat használni. Például, ha megnézzük a modell is, ez egy nagy lista egy vertexekből. Vagy úgy egyáltalán bármiféle adathordozó kellene. Itt jött a megoldás, a buffer. A buffer, ahogy a neve is utalhat rá, igazából adatok bármilyen kombinációját tudja tárolni. Ez C-ben azért lényeges, mert bármilyen típusú dolgot tud tárolni, és különböző típusú dolgokat is el lehet helyezni egy bufferben. A másik fontos feature, hogy a bufferek igény szerint átméretezik magukat, ami rendkívül kényelmes, mert elég csak létrehozni egy buffert, aztán belehányni az adatot, ő majd elintézi magának. És hogy valamennyire kollekció szintjén is működjön, a bufferek használhatóak listaként is. Tehát, hogyha megnézzük jobb oldalt a példát, létrehozunk egy buffert, eldöntjük, hogy mit szeretnénk beleírni, ami most esetünkben egy string, úgy döntünk, hogy beleírunk egy integert, hogy milyen hosszú ez a dolog, valamint egyszerűen csak a stringnek a byte-jait, ahogy van, belerakjuk, és hogyha már megnyitjuk a bufferünket, akkor szépen fel lehet szabadítani. Viszont voltak olyan szituációk, ahol valami változó méretű dolgot kellett volna menedzselni, de egy buffer azért mégiscsak egy picit túltolása a problémának. Mi van, hogyha csak annyit szeretnék, hogy van egy tömböm, amiben időnként hozzá tudok adni egy elemet. Például itt jött a variable array ötlete, aki igazából egyrészt, hogyha kontrasztba állítjuk a bufferekkel, akkor még a buffereknek volt egy saját külön struktúrája, tehát egy külön típus. Itt nincs. Mindegyik művelet, ami itt létezik, az kér kettő paramétert, az egyik a konkrét tömb, a másik pedig a változó, amiben a méretét tároljuk. Innentől ő mindent szépen kezel magának, elemeket lehet hozzáadni, lekérni, stb. És ennek igazából abszolút megvoltak a use case-ei, mert nem biztos, hogy mindent egy ilyen teljesen generikus, minden típust elviselő adathordozóban szeretnénk tartani. Jó, a következő
issue az az volt, hogy ahogy említettem, a vertexeknek különböző tulajdonságai lehetnek, és hogy ezen csavarjunk meg egy picit, a képekben a pixeleknek is lehet különböző formátumok. Lehet, hogy sima hagyományos RGB képeket szeretnénk, lehet, hogy szeretnénk rá átlátszóságot is, ami 3x4 csatorna, lehet, hogy HDR-be szeretnénk renderelni, bármiféle. És emiatt nem nagyon tűnt jó ötletnek belimitálni a renderert egy konkrét specifikus vertex formátumra és egy konkrét specifikus pixel formátumra. Viszont, hogyha nem tudjuk előre, hogy ezek milyen formátumban fognak létezni, akkor a library-n belül nem is tudunk velük dolgozni, mert annyit tudunk róluk, hogy hát ez egy csomó byte egymás után, mit lehet vele kezdeni. És így jött a megoldás, hogy jó, hát van egy csomó byte, de mi lenne, hogyha lenne hozzá egy leírónk, ami megmondja, hogy milyen tulajdonságok vannak, mekkora mérettel, milyen típussal, és a többi. Ezzel azt nyerjük, hogy az alkalmazás ugyanúgy használhatja a saját típusait, tehát annyi tulajdonságot aggathatunk egy vertexre, amilyet csak akarunk, olyan fajta képbe renderelünk, amilyet csak akarunk, és a renderer ugyanúgy képes vele dolgozni. És a shadereken tovább haladva, a vertex és pixel shaderek futtatása igazából egy zavarba ejtően párhuzamosítható probléma. Szerencsére ez már egy létező fogalom, és nem nekem kellett rá valamit fogalmazni. Ugye ezeket arról lehet megismerni, ezeket a problémákat, hogy nagy mennyiségű és egymást nem befolyásoló dolgot kell elvégezni, amire a vertex shader az egy nagyszerű példa. Van rengeteg vertexünk, több száz, több ezer, több millió esetenként, és mindegyik vertex független egymástól, tehát az, ahogy te az első vertexet feldolgozod, az semmilyen hatással nincs arra, hogy mondjuk a 8000-ediket. És ugyanez igaz a pixelekre is igazából. Tehát akkor adott a felismerés, hogyan fogjuk ezeket kényelmesen szétdobni, akár több szárra. Itt jött be az executor, aki más nyelvekből igazából ismerős lehet. Létre kell hozni egy executort, megmondani neki, hogy hány szállal dolgozhat, és utána lehet neki adogatni taskokat. Mindegyik task tulajdonképpen egy ilyen leíró, hogy mi a konkrét függvény, amit le kell futtatni, és hogy milyen paraméterekkel. Ezeket az executor megkapja, szépen elosztogatja a szállak között, megfuttatja, és jók vagyunk. És ezen az oldalon pár szót szeretnék említeni a pipeline implementációjáról, mert mégiscsak valahol ez a gerince az egésznek. Az egyik minta, amit alkalmaztam, az, hogy van egy kontextünk, tehát az elején megadunk valamilyen beállításokat, ezek alapján létrejön egy kontext, ahol mindenféle állapotspecifikus dolgot el tudunk tárolni, ami kell a renderer működéséhez. Valamint ugye, hogy említettem a draw call-okat a pipeline mentén, ezek kódban konkrétan így néznek ki. Szépen össze lehet kötögetni, hogy mit, hogyan, hova szeretnénk, és ezt nagyszerűen feldolgozza a renderer. És ugye maga a renderelés az több szakaszból áll, viszont amit szintén fontosnak tartottam, hogy ezek a szakaszok ne függjenek közvetlenül egymástól, tehát az egyik szakasznak ne kelljen tudni a másikról. Ez konkrétan callback-ekkel van megvalósítva. És itt egy példa a szakaszokra, a rasterizációnak például van több implementációja. Van egy, ami hajlandó több szállal dolgozni, van, ami csak egyetlen egy szálon működik. Viszont ugye itt se akarjuk többször megvalósítani ugyanazt, ezért mind a kettő implementáció ugyanazt a raster algoritmust hívja meg. És itt ugye a rasterizáció szintén független úgy bármi mástól. Maga az algoritmus szintén annyit implementál, hogy
eldönti, hogy ki kell rajzolni ezt a pixelt, vagy nem. Azt, hogy onnantól mi történik, arról neki fogalma nincs, őt nem érdekli, ő kap egy callbacket, hogyha ki kell rajzolni, azt meghívja. Jó, miután eljutottunk egészen eddig, készen van a render, valahogy ezt a képet tálalni szeretnénk, hogy intézzük el ezt, mert igazából ez csak egy nagy adag byte a memóriában valahol, ebből hogyan lesz nekünk kép. A megoldás az a frontend. A frontend konkrétan az, ami megjeleníti a képet a felhasználó számára, hogy itt látjátok jobb oldalt is az ábrán. Viszont ugye itt is előjön egy hasonló probléma, a frontendet se akarjuk hozzáégetni egy konkrét, specifikus formátumhoz. Szóval mi lehetne a megoldás? Kodekek. A kodeknek a konkrét dolga az, hogy a bejövő képet átalakítja egy olyan formátummá, amit a frontend is támogat. Például itt ez a jobb oldali frontend, ez hagyományos 24 bites RGB képekkel hajlandó dolgozni, tehát hogyha például mi meg úgy döntöttünk, hogy HDR-ben renderelünk, akkor nekünk kelleni fog egy kodek, ami a HDR pixeleket leképezi sima 24 bites RGB-re. Jó. Most pedig haladjunk tovább, hogy igazából valahol a lényegi szekciójára az egésznek, hogy jó, nagyszerű volt ezt megírni, de mit lehet egy ilyenből tanulni, miért érdekes vagy érdemes bármi ilyesmit csinálni. Szóval itt megosztanék néhány tanulságot. Az első, ami leginkább mellbevágott engem személy szerint, az az, hogy az objektumorientált programozás ez nem a kulcs szó, tehát nem arról szól, hogy van a class keyword, és akkor meg vagyunk. Ugye például a kért a C az nem kifejezetten egy objektumorientált nyelv, mivel nem biztosít hozzá megfelelő szintaxist. Viszont a C ettől függetlenül egy sokoldalú nyelv, ami azt jelenti, hogy igazából az osztályok könnyen utánozhatóak. Nézzünk is egy példát. Bal oldalt itt egy buffer című osztály. Java-ban szépen objektumorientáltan, ahogy illik. Van belső állapota, alias privát mezők, van neki egy konstruktora, vannak neki metódusai, sőt, még generikus metódusai is vannak. És akkor kérdés, hogy ezt hogy feleltetjük meg valahogy C-ben. És ahogy láthatjátok, egy jobb oldalt egyből egy struktúrával kezdünk. Mivel konkrétan olyan, hogy privát field egy struktúrában nem létezik, ezt az egyik megoldás, de nem az egyetlen megoldás, hogy szépen aláhúzásokkal jelezzük. Például a Python is ilyesmit csinál. És akkor a következő lépés a konstruktor, mi sem egyszerűbb, írunk neki egy create függvényt. Hogyha pedig egy destruktort szeretnénk, ami a baloldali példán pont nincs, mivel Java, de szintén írunk neki egy destroy függvényt. A további függvények nél igazából csak annyi a trükk, hogy ugyanúgy megtartjuk a paramétereket, viszont elérakunk egy mutatót a struktúránkra, tehát tudjuk, hogy úgymond mi az a disz, mi az a konkrét objektum, amivel dolgozunk. Ami viszont érdekesebb lehet, hogy ha nagyon elszántak vagyunk, akkor generikusabb dolgokat is lehet írni makrók által. Ugye itt a makróban megadjuk, hogy ugyanúgy milyen objektummal dolgozunk, tehát mi az, amire alkalmazni akarjuk ezt a műveletet, és utána felsorolhatjuk a típus paramétereinket, és utána a többi paramétert. Azáltal, hogy felsoroljuk a típus paramétereket egy makróban, konkrétan a típus nevét beleírhatjuk. Jó. Pardon. Csak hogy elhangozzon a konkrét konklúziója ennek a menetnek. Szóval azt vettem észre, hogy az OP az igazából lehet hozzáállás is, tehát objektumorientáltan nem feltétlen csak objektumorientált nyelvekben lehet programozni. Valahol működik szépen, valahol kifejezetten nem olyan szépen, de ez is egy opció tud lenni.
Jó, a következő tanulság. Hát igen, ez egy picit kényelmi kérdés. De azt vettem észre, hogy az alkalmazások azok alapvetően adatokat alakítanak át. Tehát minden alkalmazásnak van egyfajta bemenete, akár valahonnan egy fájlból jön, akár a felhasználó írja be, akár a hálózaton keresztül kérjük le valahonnan, de van egy bemenet. Az alkalmazás ezt valahogyan feldolgozza, és ebből létezik majd egy kimenet. Ez ugyanúgy történhet azáltal, hogy szépen kiírjuk egy fájlba, az is lehet, hogy megjelenítjük a felhasználónak, az is lehet, hogy visszaküldjük a hálózaton, bármi hasonló. És ehhez egyrészt szorosan kapcsolódik, hogy nehéz beszélni. Pardon. A másik, ami szorosan kapcsolódik, az az, hogy ez a sok adat alias bemenet gyakran kollekciókba van rendezve. És hogyha éppenséggel nincsenek beépített kollekciók a nyelven, amivel az ember dolgozik, akkor ezek a kollekciók rendkívül tudnak hiányozni. Itt vissza is csatolnék az architekturális szekcióra, hogy konkrétan az első dolog, amit írtam, azok a bufferek, mert valami fajta kollekcióra így is úgy is szükség volt. Szóval a tanulság az, hogy nagyszerű dolgok a kollekciók, és jó dolog őket értékelni néha. Jó, a következő tanulsághoz felhoznék egy példát. Hát írtam egy BoostMath nevű library-t ehhez az egész kódszerájhoz, és ennek a része volt az, hogy matrixokkal végezhető műveleteket implementálok. Na már most a matrixokkal igazából rengeteg mindent lehet csinálni, tehát azon túl, hogy transzponáljuk őket, szorozzuk őket, igazából egyenleteket lehet velük megoldani különfajta módszerekkel, determinást lehet számolni, invertálni lehet őket, és rengeteg mindent. Ezen felül ugye én most specifikusan csak 4x4-es matrixokról beszéltem, de az sehol nincs leírva, hogy egy matrix csak 4x4-es lehet, de még az se, hogy négyzetes, tehát ugyanolyan széles, mint magas. Bármilyen formájú matrixokon bármilyen műveletet lehet értelmezni. És valahol azt hinné az ember, hogy egy magára valamit adó math library, az ezeket mind implementálja, vagy legalábbis nagy részét. És hogyha én is úgy döntök, hogy implementálnám, akkor valószínűleg most nem létezne ez az előadás, mert 2023. februárjáig ezeket implementálgatnám szabadidőmben. Szóval felmerült a kérdés, hogy szükségem van nekem mindegyik műveletre? Kell nekem ez mind? Nem. Implementálni fogom ezt mindet? Nem. Jó, hát akkor mit fogok implementálni? Csak is azt, amire nekem szükségem van. Hát ironikus módon az, amire szükségem van, az mindaz, ami ahhoz az alkalmazáshoz kell, amit az elején nem sikerült megmutatni, meglátjuk, hogy a végén sikerül-e. De egész végig az volt az irányító elv, hogy olyan dolgokat implementálok, ami nekem ehhez az alkalmazáshoz kelleni fog, ami valahogyan előre mozdít, afelé, hogy ez az alkalmazás kész legyen. Bármi egyéb, az teljesen másodlagos volt. Jó, egy kicsit megbeszélnék a memóriakezelésről is, és majd át is kötöm, hogy ezek nem feltétlen csak memóriára passzolhatnak. Ugye a memóriakezelés az elsőre valahol ijesztő lehet. Például akár láttam olyan alkalmazást egy egyetemen beadandóként, amit szigorúan 10 másodperc alatt mutattak meg a tanárnak, mert 12 másodperc után elszállt memory leak-kel, azt a 10 másodpercet még pont kibírta. Szóval bele lehet futni kényelmetlen tapasztalatokba. Szóval hogy lehet ezt jól kezelni? Az első dolog az, hogy pontosan annyit tudjon, amennyi ahhoz kell, hogy működjön. Tehát nem kell túlgondolni, a létező legegyszerűbb, egyértelműbb megoldással működhet. És ennek része az is, hogy az életciklusok egyértelműek. Tehát mindenről a program bármelyik pontján lehet tudni, hogy mikor fogom én ezt felszabadítani, hogyha már lefoglaltam. Ugyanitt az is, hogy egyértelmű, hogy ez kinek a tulajdona, tehát ki fogja felszabadítani ezt az objektumot. És ez már igencsak erre a célra specifikus. Ha nagyon nagyszerűek akarunk lenni, akkor
Lényeges még az is, hogy a felhasználó kezelhesse a saját memóriáját, tehát nem mi foglaljuk le helyette, hanem csak fogadjuk el, hogy ő már lefoglalta magának, és akkor azt mi helyre rakjuk, inicializáljuk. Tehát memória kezelni lehet egyértelműen is, hogyha egyértelművé tesszük a folyamatot. Jó, amiben még belefutottam, hogy ugye a csomagkezelők azok alapvetően kétségkívül hasznosak, gondolok itt NPM-re, Maven-re, bármi hasonló. Viszont mi történik, hogyha nem elérhető, vagy mi történik, ha egy olyan library-t akarunk velük használni, ami egyszerűen túl sokat ad, 90%-ára nincs szükségünk. Vagy mi történik, hogyha egy adott library-vel kényelmetlen dolgoznunk. Itt előjárt az, hogy bizonyos helyzetekben saját megoldásokkal előnyös lehet dolgozni. Ebbe érdemes belegondolni és mérlegelni, mert ugye alapjáraton azért szeretjük annyira a csomagkezelőket, mert nagyon gyakran egyértelműen előnyösebb valamilyen külső függőséget használni. De például okokáért azért, hogy egy string utils.empty stringet használjunk, teljesen fölösleges behúzni egy méretes library-t. Tehát amire érdemes néha gondolni, hogy a függőségeknek is van ára. És következzen egy szabad fordítás. Ha érdemes volt valamit megírni, ezt érdemes letesztelni is. Ez a The Way of Testivus névű című PDF-ből származik, aminek sajnos nem találtam magyar fordítását, ettől függetlenül érdemes olvasmány. És ugye az a mondani valom, hogy tehát a tesztek alapvetően kiválóak bármilyen logika ellenőrzésére, hogyha valamit leimplementáltunk, akkor ezt nagyszerűen lehet validálni, hogy az úgy működik, ahogy akar. Ezen belül is függvényeket tesztelni még inkább kézenfekvő, mivel ezek általában úgy néznek ki, hogy van egy adott bemenet, azokra ők adnak valamilyen kimenetet, nekünk meg csak meg kell nézni, hogy ez a kimenet megfelele az elvárásainknak. Szóval ilyen szempontból a tesztekbe fektetett energia elég könnyen megtérül, hogyha maga a tesztet művelet összetett, viszont egyértelműen definiáltak a bemenetei és a kimenetei. Tehát igazából majdnem minden, amit booster végez, mert úgy is vehetjük, hogy ha a bemenetet csak leképezzük és lesz egy kimenet, azt nagyon könnyen lehet tesztelni, és booster ugyanez a renderelésnek bármelyik szakasza, ha van egy bemenet, abból lesz egy kimenet, semmi egyébtől nem függ az egész folyamat. Tehát ugye a teszteknek is vannak különböző formái, ideálisan mindent letesztelünk, minden formában, viszont amíg eljutunk oda, addig lehet priorizálni akár, főleg kisebb prototipizálós projekteknél. Jó. Ezzel nagyjából el is mondtam, amit szerettem volna. Köszönöm szépen a figyelmet, valamint, hogy velem tartottatok ezen a enyhén döccenős előadáson. Bármiféle kérdést és meglehetést szívesen fogadok. Hogyha esetleg van olyan, ami most nem férne bele, akkor nyugodtan keressetek meg. A Tamás Gálfi néven létezek úgy általában mindenhol, de a LinkedIn-en is. Ahogy néztem, nagyon kevés másik ember van a hozzám hasonló névvel, szóval meg fogtok találni. Bármilyen meglehetést szívesen várok. Szóval még egyszer köszönöm a figyelmet, és haladjunk is tovább a Q&A-re. Aha, közben kicsit körülnéztem. Jó, tehát a kérdés, amit látok, hogy mi a gyakorlati haszna az Origóba kényszerített kamera konvenciónak, kicsit furának tűnik, ezzel igazából egyetértek. Ezt én személy szerint onnan vettem át, hogy például OpenGL-ben vagy DirectX-ben is ez a konvenció tudtam volna, tehát már egy meglévő standardra alapoztam ezt a gondolatot. De van egy gyanúm, hogy
hogy az, hogy az elején lefixáljuk azt, hogy honnan nézünk hova, az menet közben arra enged lehetőséget, hogy bizonyos feltételezésekkel éljünk, ami által például egy picit jobban hardkódolni tudjuk a későbbi szekciókban elvégzett matematikát. Tehát, hogyha biztosak vagyunk benne, hogy az irányvektor az ez, akkor akár egyszerűsíthetünk is. Ahogy látom, még egy kérdés. Mit használtál fel a meglévő könyvtárakból? Hát igazából nem sok mindent. Igazából szigorúan csak a C-nek a beépített library-jeit használtam, semmi külső függőséget nem. Annyi kivétellel, hogy a BossGL-nek vannak függőségei. Igazából a BossGL-nek a központi részéhez nem sok mindent. Az ilyen klasszikus mallok, free reallok, valamint néhány mathes dolgot, ugye a math library-ből. Ugye igen, és ugye említettem kivétel BossGL, ő egy GLFV nevű library-t használ, aki ad neked egy ablakot, ahova rajzolhatsz tulajdonképpen, ami elég sok időt megspórolt. Azt ennyire nem volt kedvem nulláról írni. Sőt, az egész megoldás is megtalálható biztosan 510 millió négyzetkilométeren. Végeztél egy ilyen kutatást. Nem igazán követtem a gondolatmenetet, de hogyha egy picit kifejted, akkor nagyon szívesen reagálok rá. Jó, közben, hogyha még vagytok páran, akkor visszavenném a screenshare-t. Nagyszerűen sikerült életre keltem a demót, attól tartok. Próbáljuk meg még egyszer. Jó, szóval siker, itt van futás közben a termék. Hát nem mondom, hogy nem lett volna előnyösebb ezt valahol a prezentáció elején megmutatni, de így is sikerült. Ja, aha, értem. Tehát ami közben bejött, röviden, ilyen szoftver biztosan van, kerestél ilyet. Igen, igazad van, ilyen szoftver van rengeteg, egész API-ok léteznek erre. Igen, és erre kb. Rácseng a következő kérdés is, hogy mi volt a célod az alkalmazás elkészítésével, és mik a jövőbeli tervek vele. Igen, szóval, ugye, ahogy mondtam, ilyen már létezik rengeteg. Ezt az egész stacket valahol úgymond fölösleges volt megírni. Viszont ugye egyrészt volt mögötte személyes motiváció, mert régóta érdekel a 3D-s renderelés. Anno szórakoztam OpenGL-nel például. És érdekelt, hogy működik egy ilyen belülről. A másik pedig személyes kihívás, mert érdekelt, hogy ha szeretnék úgy igazán, akkor le tudok-e fejleszteni egy ilyet, össze tudok-e rakni egy renderert, ami ezt így mind megcsinálja. Az összes olyan dolgot, amit például egy grafikus kártya meg egy Puppets API az ember alárak. Nyilván érezhető, hogy ez egy butított verziója az egész formátumnak, de
Szerintem az, amit ezzel el lehet érni, az az, hogy fejlődik az ember, mert őszintén szólva olyan problémákkal találkoztam, amikkel tipikusan nem, pláne mint backend fejlesztő, viszont olyan mintákat tudtam észrevenni, amiket bármikor alkalmazhatok, például mint backend fejlesztő. Jövőbeli terveim nem biztos, hogy vannak bele igazából. Hát még tervben volt, hogy például textúrákat írok hozzá, hogy mintákat is rá lehessen húzni az objektumokra, de igazából meglátjuk, nagyon, nagyon erős elhivatottságom nincs egyelőre. Jó. Szóval, igen, ez be is fejezi a válaszomat. Köszönöm szépen a kérdéseket és még egyszer a figyelmet. Ezzel akár be is zárhatjuk a Q&A szekciót.